Aggasztóan csökkent Romániában a sikeresen sofőrvizsgázók aránya. Sokan azt állítják, hogy ráadásul akiknek sikerül, azok sem elég képzettek. Szépen fékes stop. Nem balról adok elsőbséget, mert balról is stop tábló. Szemből az a főút. Féket engeded, engeded a kuplót. Szemből nincs senki. Kormányzó. Kormány, tűrjed meg bátran, mi sávunkra. Veszed vissza a kormányt, vagy elenged egy helyre áll. Ügyes, kérem a gázt. Sokan azt gondolják, hogy a tanulóvezetőknek külön elméleti és külön gyakorlati tudásra van szükségük, de valójában a kettőt nem lehet külön választani. Míg 2017-ben a tanulóvezetőknek fele átmenő pontszámot kapott a közlekedési ismeretekből tartott elméleti vizsgán, az Országos Gépjárműbejegyzési és Jogosítványkibocsátó Hivatal adatai szerint egy évvel később már csak a tanulóvezetőknek harmada kapott átmenő pontszámot. A rendőrségi szakértők az autóiskolákat okolják a tanulóvezetők felkészületlenségéért. Sokszor a diákok nem mennek el az elméleti órákra, annak ellenére, hogy a törvény szerint minden hallgató 24 órás elméleti és 30 órán átvaló vezetését kell bizonyítsa. Sok esetben az iskolák még a törvényes előírásokat sem tartják be, hogy a tanfolyam végén teszteljék a sofőrjelöltek ismereteit, és csak azoknak állítsák ki a tanfolyam elvégzését igazoló okiratot, akik átmennek ezen az előzetes vizsgán. Keresztes Ernő gépjárművezető oktató híradónknak elmondta, hogy az elméleti vizsgán a számítógép 3800 kérdésből választ ki 26-ot, a válaszok hasonlóak, és ha a tanuló nem ismeri behatóan a kreszt, akkor valószínűleg elbukik. Egy részük a törvény megtanulása helyett internetes teszteket oldogat, amelyek sok esetben hibásak. Megtanulják hibásan a tanulók, és akkor csodálkoznak, hogy 20-21 ponttal esnek-e. Mondom, volt olyan tanulóm, aki 22-23 sikertelen vizsga után elérkezett 21 pontig, utána visszajött, és azt mondta, hogy ő még akar jönni párszor órára, hogy a hibákat korrigáljuk ki, nézzük meg, hogy mivel van a gond, és utána sikeresen vette a vizsgát. Maros megyében egy év alatt a jelentkezők száma több mint 2000-rel csökkent, mondta el híradónknak Kömörösen Szimeon rendőrbiztos, ugyanakkor Marosvásárhelyen tavaly 17.868 személyből csupán 8.250-en vizsgáztak sikeresen. 2018-ban az elméleti vizsgán a sikeresen vizsgázók aránya 46%, míg 2017-ben 47. Nyilvánvaló a csökkenés. A csökkenés a gyakorlati vizsgán még nyilvánvalóbb. 2017-ben 54,56%-uk vizsgázott sikeresen, egy évvel később csupán 42,13%-uk kapott jogosítványt. Országos szinten még rosszabbul teljesítenek a tanulók, 100 sofőrjelöltből csak 20 kapott jogosítványt. Az autóiskolák működési feltételeit várhatóan még idén szigorítják. A tervezett rendelkezés szerint csak akkor hosszabbítják meg működési engedélyüket, ha a tanfolyamokra beiratkozott tanulóvezetőknek legkevesebb 40%-a már az első vizsgájuk után jogosítványhoz jut.